Tűnik végre minden ló a helyére került. Start, elindul a verseny, vegyes indultatását Kagámnak sikerül gyengébben az indítás, a többiekkel úgy látom, hogy nem volt probléma, és Bonjour az, aki talán magára várja vezetését, a Love Story-t is ott látom a frontban, Bonjour és Love Story diadal ünnep, Madonna Prima következik, Álomano mezői második felében Jettel, Kőkénnyel együtt, Kagán zárkózóban, Bárány felővel együtt azonban egyenlő az utolsó helyeken. Love Story most már egyedül vezet, és egy igen masszív üldözőboly követi Bonjour vezetésével. Love Story és Bonjour diadal ünnep és Donna Prima kívülről Kagán lassacskán megérkezik Álomanóval, és ugyanez a helyzet Jet és Bárány felől a mezőny közepén, a sor végén pedig változatlanul Kökény, tehát első és utolsó között alig néhány hossza távolság, ugyan nagyon szoros küzdelemre és versenyre van kilátás. Az utolsó 800 méterhez közeledve még mindig Bonjour az, aki vezet, illetve kívülről Love Story. Love Story és belül Bonjour, mögöttük két osszal következik diadal ünnep, illetve Álomanó kettőse, Donna Prima Bárány felől, Kökény jön feljebb a mezőny végére, Kagán esett vissza előtte, Jet galoppozik. Bonjourt megint lerázza a Love Story, de én úgy nézem, hogy egészen kívül fog majd fordulni, igen, gyakorlatilag a pályak közepén versenyez, így is azonban elsőként fogja elérni a befutó egyenest. Belül folyamatosan támadja Bonjour. Bonjour, illetve Love Story mögöttük 4-5 hosszal leszakadva, továbbra is talán diadal ünnep az, akiket vezeti a sort. Bárány felhő indul meg, Álomanó viszonylag közel van, nagy lehet majd a csata, de egyelőre Love Story-t nem nagyon tudják megakadályozni abban, hogy talán megszerezze idei első győzelmét. Love Story-nak még van 200 méterre, nem tudnak hozzá közelíteni a többiek. Jön Bonjour, jön Bárány felhő, megindult a mezőny második feléből, Kökény, diadal ünnep is hajrázik, de Love Story-ra senki sem veszélyes Pavlina Petrikovával, nagyon magabiztosan, már-már fölényesen sétál haza. Love Story a futam meglepetés nyerője. Love Story az első, mögötte bejön Bonjour a második helyre, harmadikként pedig diadal ünnep érkezik a célba. Hát, ehhez képest, hogy a magyar játékosok bíztak a magyar lovasokba, az első háromban nincs magyar lovas. Hát igen. Pavlina Petrikova Love Story-val, Bonjour a Karolin Stummer, diadal ünneppel Nicole Weidacker. Hát sok-sok favorit siker és papírforma futam után azt gondolom, hogy ez most egy igazán jó osztalék lesz. Attól függetlenül persze, hogy sok mindent el lehetett képzelni, ez azért így egybe, azt mondom, mégiscsak meglepetés. És ami talán még inkább meglepő, hogy ennyire könnyedén szórt el. Én meg voltam győződve arról a túloldalon, hogy itt komoly küzdelem lesz majd a győzelmért, meg a helyezésekért. Ehhez képest kérem szépen Love Story úgy szállt el a mezőnytől, hogy a közelébb, a nyomában nem tudtak érni a többiek. Nézeget hátra Pálina Petrikova, akiről ugye Vonszem Gabriella cikkében olvashatjuk, kezdő lovasnak számít Szlovákiában. Hát nem handicapre lovagol, de hát nyilván és ez érdekelte különösképpen. Nem mint hogyha különösebben mocorognia kellett volna az utolsó 200-on Love Story nyergében, aki hát idén azért túl sokat valójában nem mutatott, mármint Love Story javult, kedvezőbb lett a beállítása. Könnyen nyer. Bonjour, diadal ünnep, a másik Fribertlós dobogós. Figyelem, a nyolcadik futam nem hivatalos befutási sorrendje. Kettes, négyes, hatos. Ismétlem, kettes, négyes, hatos. Kettes, négyes, hatos. Nézzünk egy osztaléktáblát, és én azt gondolom, hogy kapcsoljunk ki Párizsba, hiszen a világ legjobb lovai közül látunk jó néhányat, és természetesen majd a díjátadásra vissza fogunk kapcsolni. Nézzük, hogy mit ér ez a befutási